Sziasztok, The Simpsologist vagyok, ez pedig itt Rex to Riches nevű sorozatomnak a következő része, és most aztán tényleg végképp nem emlékszem arra, hogy miket csináltunk az előző epizódokban, ugyanis ha követtétek a csatornát, tudjátok, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem volt mikrofonom, mert elromlott az előző, és várnom kellett az újra, úgyhogy ez idő alatt nem igazán volt alkalmam ilyen sorozatokat csinálni, amikben valóban, élőben beszélek, hanem csak építeni tudtam házakat, szóval egy kicsit le vagyok maradva. Az elég gyakran előfordult mikrofon áramlás nélkül is, úgyhogy köszönöm mindenkinek a türelmet, de itt vagyunk Vilikével, és tudom, hogy összeköltöztünk Kim nénivel, és eljegyeztük őt, amit tök izgi, szóval most már ő is itt van, és segít nekünk a háztartás vezetésben, és a ház körüli tevékenységekben, aminek nagyon-nagyon örülök. És úgy emlékszem, hogy az a tervünk, hogy ezzel a kis tökkel elmegyünk majd szépen a következő ilyen fesztiválra, ahol az oversized kropokat el lehet adni, de sajnos az több mint egy hét, úgyhogy még az is lehet, hogy jobban megérné számunkra egy teljesen új adagot növesztenünk, mert ott nő már egy. Ezzel beszélgetünk egy kicsikét, és természetesen megtrágyázzuk. Remélhetőleg ő felül fogja múlni ezt, és akkor ezt egészen nyugodt szívvel eladhatjuk, mert úgy gondolom, hogy addig egészen biztosan meg fog nőni a másik is. Miért nem tudjuk... Értem, Viliket túl rosszul van ahhoz, hogy most bokorokat permetezzen, ami egy kicsit szomorú hír számomra. Én reméltem, hogy túléli még ezt a kis kertgondozási időszakot. Na, spray area for bugs. Illetve itt van egy csomó evolválható növény, ami nagyon-nagyon király. Kedvenc hunglis kifejezésem az evolválás. Na, a kerttel szerintem ezek után rendben leszünk, nem hiszem, hogy kéne őket öntözni. Nézzük meg, hogy mi van a kis bogárkáinkkal. Úgy láttam, hogy éhesek. És a Clean Out Insect Farm, az egészen biztosan vagyok benne, hogy azt jelenti, hogy teljesen eltüntetjük itt a bogarakat. Közben érkezett egy SMS a telefonomra, azt hallhattátok, de ellenémítottam, úgyhogy mostantól nem fog zavarni minket semmi ebben a sorozatban, remélhetőleg, kivéve, hogyha Linda kitalálja, hogy neki áll itt nyüsszögni. Na, szóval elvileg a Clean Out Insect Farm az azt jelenti, hogy teljesen megszabadulunk a rovarjainktól, amit nem szeretnék, de remélem, hogy nem kell őket takarítani, vagy ilyesmi. Igazából nincsen olyan, hogy cleanliness, vagy ilyen hasonló hygiene jellegű mutató itt, ahogy ide hozom a kurzort. Igazából éhesek szoktak lenni, egészségük lehet rossz, ami nem tudom, hogy hogyan tud kialakulni, és mit lehet ellene tenni. Azt tudjuk, hogy bogarak vannak benne, és még nincsenek készen arra, hogy összegyűjtsük őket. Azt gondolom, hogy egy gyors csirkeetetés bele kéne, hogy férjen ebbe az éjszakába még, és holnap el kéne adnunk a terményeinket, mert szerintem egészen sok cuccon ülhetünk most, mert úgy emlékszem, hogy legutóbb lemaradtunk erről a bizniszről sajnos. És dolgozok ezeken a lehetőségeken is, szóval el kéne mennünk találkozni a Creature Keeperrel, illetve ki kéne hallgatnunk a pletykálkodását ott az embereknek a városban. Ez eddig a legnehezebb küldetés a játékban, legalábbis a Cottage Living Expansion Pack-ben, de dolgozni fogunk rajta, srácok, menni fog az, menni fog az. Nincs semmi, amit itt be lehetne aratni? Még ezek sincsenek kész. Na mindegy, reggelre valószínűleg készen lesznek, úgyhogy ezzel nem lesz probléma. És szerintem ezt is bearatjuk. Biztos, ami biztos, majd tényleg növesztünk helyette mást. Ez még mindig generálja nekünk az áramot, ami nagyon nagy királyság. Meg is nézem, hogy hogy állunk az ilyen különböző erőforrás termelésekkel. Az elektromos áramot nagyon jól toljuk. A vizet kéne összeszednünk egy kicsikét valahogy. Kéne egy pár alkatrész. Hogyan lehet eco-upgrade partokat szerezni?
Ez továbbra is a legfontosabb kérdésem ebben a sorozatban, de még mindig nem néztem utána. Mindig akkor jut eszembe ezzel foglalkozni, amikor már késő. Amikor már veszem fel az epizódot. Send thank you card. Kinek küldjünk thank you cardot? Oh. Küldjünk annak a random embinek. Miért ne? Get mail. Hát, ha kaptunk valami értelmeset. Illetve azt is meg kéne néznem, hogy mik vannak megszavazva. Jó, ezekkel elégedett vagyok. Ezekkel nem kell semmit csinálni. Mi 250 szimoleont fogunk kapni azért, hogyha megszerezzük azt a pletykát, amit akarnak? Oké, mi volt a kis postaládánkban? Szerintem leginkább semmi. Ez szomorú. Rizska aranyom nagyon alszik. Kim néni mit csinál egyébként? Ő vele hímeztetni akartam korábban. Nem tudom, hogy bent van-e itt a kis eszköztárában. Resume. Folytasd ezt, Kim néni, kérlek. Ezt nem tudod kikapcsolni? Vagy ki van kapcsolva? Ki van kapcsolva. Szuper, nehogy aztán feleslegesen pazaroljuk az áramot. Kim néni olyan cukor, nézzétek. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog alkotni. Linduk a háttérben tipek, topog. Ő kötelező eleme a háttérzajnak. Azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne még egy kicsit kibővíteni ezt a házat, most biztos van egy csomó pénzünk, megcsinálom. 22 szimóleonunk van, azzal nem fogunk messzire menni. Kim néni kimondta, hogy azt oda rakhatod csak úgy, így félre a földre. Milyen viselkedés ez? Tudunk-e még csinálni valamit ezekkel a csirkékkel? Queen Cube az nem lenne egy rossz megoldás. És ezt is eltakaríthatnánk innen igazán. Abban a kukában mondjuk nem tudom, hogy miért nem tudjuk belerakni, ez számomra új. És akár főzhetnénk is valami finomat. Jó, a hűtő azért használjon áramot, én úgy gondolom. Most kivételt teszünk ezzel. Ugye az előző epizódban, ha minden igaz, vagy az előző előttiben, nem tudom tényleg, kikapcsolgattam, hogy például a lámpák ne használjanak elektromos áramot, és még egy csomó mindent lekapcsoltam erről, de úgy gondolom, hogy a hűtő esetében ez egy egészen fontos lépés most. Nem működik ez a kuka? Trash can is empty. Okay. Én is úgy gondolom. De nem tudjátok használni, srácok? Mi folyik itt? Na jó, mindegy. Ehetsz maradékot, Kim néni. Igazából találd most fel magad egy kicsikét, és megjelent a My Wedding Stories Game Pack is, és úgy gondolom, hogy ez egy ideális pack lesz számukra, hogy megrendezik az álom esküvőjüket a későbbiek folyamán. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megtartsuk az álom esküvőjüket, egyszer még el kéne majd költöznünk, vagy hát szeretném egy szebb házban megtartani, és így itthoni körülmények között ilyen aranyos kis esküvői ceremóniát, tök jó lenne. Úgyhogy arra az esküvőre még egy kicsit gyűjtögetni kell. Illetve barátokat sem ártana gyűjteni. Mert nem hiszem, hogy sok embert tudnánk meghívni. Bár de, végül is mi egészen sok embert ismerünk azáltal, hogy teljesítjük ezeket az errendeket. Eskü azt mondta, hogy Machu Picchu. Miért vagy szomorú? Teljesen mindegy igazából. El kell mennünk a Creature Keeperhöz. Az a legfontosabb dolgom most. És ültessünk egy oversized cropot. Mushroom seeds, jó lesz, tök mindegy, csak ültessünk valamit. Ó, micsoda flörtölős hangulatban tetszik lenni. És miért nem tudok beszélni, ha éppen gondolkozok? Na szóval, nagyon flörtölős hangulatban van Vilke aranyom. Kap ez is egy... nem, ezt nem trágyázzuk meg. A gomba nem ér annyit, hogy megtrágyázzuk, szerintem.
Oké, hajnali 4 van, szerintem a Creature Keeper és a madárkák azok ébren vannak már olyan hajnali 6-tól. Bár nem, még nem mehetünk el, ugyanis hajnali 6-tól lehet bearatni a dolgainkat itt a farmon. Ezt érdemes lenne megvárni mindenképpen Kim néni. Te pedig most, hogy már ilyen jól érzed magad, igazán folytathatnád annak a kis hímzésnek az elkészítését. Nem tudom, hogy miért tart neked ez ilyen sokáig. Én ennél gyorsabban dolgoztam annak idején, úgyhogy kerekszed össze magad. Ah, de cukik így bondingolnak. Szabó! Csinálunk egy képet arról, hogy milyen édik így, mondjuk nem tudom, hogy miért a sötétben üldögélnek, bár egészen jó spórolási lehetőségnek tűnik. Milyen cuki kis pálcika ember csinál, Kim néni látszik, hogy még nem túl tehetséges ebben a hímzés dologban, de nem baj, ezen majd dolgozni fogunk. Jó, hallottam, hogy itt sírt valami állatka. Úgy hallottam, mintha valami kis róka vagy ilyesmi itt sírt volna a telkünkön. Hogy vannak a kis inszektek? Elég jól vannak, meg vannak etetve meg minden, de még nem lehet őket bearatni. Már ha hívhatom így, hogy bearatjuk őket. From failing holiday. Azért ilyen szomorúak. Plum Wedding Event! Cukikák. Make joke about marriage. Egy kicsit lelkendezhetnénk az elkövetkezendő esküvőnkről. Az cuki. Nem, Dilike, nem akarsz lelkendezni? Hova lett ez az opció? Miért nincs itt? Jó, mindegy, akkor csak szimplán csókolóznak, én azt is teljesen el tudom fogadni. Itt gyűjtünk még egy kis alkatrészt, ezeket bogártalanítjuk. Tudjátok mit? Arra kattintok, hogy Tent Garden, és akkor elvileg el fogunk intézni mindent, ami szükséges ebben a kertben. Gyorsan Willike, mert aztán szaladnunk kell a Creature Keeperhöz, bizony. Megint elszalad az idő, már reggel 7 óra van, aj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 
erről. Ez a probléma. Mi történik? Ne! Istenem, szegény róka! Itt miért hal meg mindig valami? Istenem! Most ezt miért kell kasszás menni? Nem. Oh. Szegény róka. Így el se tudunk utazni. Jó, én ezt nem nézem. Túl sok állathalálát végignéztem ebben a játékban. És valamilyen szinten megkönnyebbülést kéne éreznem. Amiatt, hogy ez a róka már nem fogja többet a terményeinket lopkodni, de azért, na. Azért mégiscsak szomorú. Remélhetőleg Vilikiék ebből nem látnak semmit, csak én. És nem lesznek szomorúak 3 évig megint, mert valaki meghalt. Oh-oh, rooster chick is a fully grown rooster. Az nekünk nem jó. Úgyhogy őt betrédeljük pénzért, vagy húsért. Jó, betrédeljük húsért, de srácok, ez nem az ő húsia lesz. Oké? Ez nem az ő húsa, nem levágni küldtük. Ó, és deliveryben kapjuk meg azt a húst, ez érdekes. Azt gondoltam, hogy csak úgy itt terem az eszköztárunkban majd. Na, jött egy új róka.
Ennyit arról, hogy nem lopkod tőlünk most senki. Jó, már el is álmosodtunk ennyi idő alatt. Ez nagyon kellemetlen. És természetesen kezdhetjük előről a dolgokat? Nem. Jó, akkor gyorsan utazzunk el. Most csak a Creature Keeperhöz megyünk. Aztán szundizunk valami padon. És akkor utána el tudunk menni eladni a terményeinket. Ez a tervem. Aztán ez valószínűleg meg fog hiúsulni. Oké. Újra itt vagyunk ebben a labirintusban, ahol soha nem tudom megtalálni a Creature Keepernek a házát, szóval most egy kicsit itt randalírozni fogunk. Vum vum. Miért ennyire nem egyértelmű nekem ez a hely? Annyiszor voltam már itt, miért tévedek el újra, meg újra, meg újra? Oké, ott van egy ház, de az nem a Creature Keeperé. Ott is van egy ház, de az se az övé. Elviekben rutinosnak kéne lennem ebben, de nem vagyok. Aj, olyan édesek ezek a házak, tökre laknám az egyiket. Hello Creature Keeper ház! Szia Creature Keeper! Figyú, adnál már nekünk egy új gombát? Megkérhetjük, hogy legyen ő a gyűrűhordozónk. De cuki. És össze is adhatna minket. Hol van a gombás téma? Friendly. Valószínűleg csak vak vagyok. Aha! Ask for more mushroom mesh. De azért eladunk neki egy pár növényt. Vilike, tudom, hogy fáradt vagy, de ilyenkor olyan lassú vagy, fiam. Lehet, hogy kéne keresnünk valami olyan telket. Ez a telek van a legközelebb. Legközelebb akkor nem a parkba utazok el vele, mert az messze van, hanem mondjuk erre a telekre. Ez egy szép telek úgyis. És... Halló! Most miért nem csináltatok semmit? Várjunk csak egy percet, mit csinálsz? Return to active lot. Miért? Itt van. Itt mushroom mesh. Gyorsan-gyorsan azt edd meg, kérlek. Legalább az éjséged jó lesz. És hol vannak a madarak? Most a nyuszikek nem igazán érdekelnek. A madarak kellenek nekem, itt van egy adag madár, és ébren is vannak, úgyhogy gyorsan elintézzük, amit el kell intéznünk, remélhetőleg még ébren. Gyere, Vivike, fiam! Lindukat, te pedig feküdj le a helyedre, légy szíves! Nem, Lindukat, nem lehetsz része ennek a videónak, sajnálom. Elnézést, hogy hallatszik a háttérben, ahogy hisztizik. Vilike, siess! Szétek szegény, milyen nyomorultul van. Mindig ez van, hogyha gondoskodni akarok reggel a kertemről, pedig elvileg... Kim néni ugye ezért költözött hozzánk, hogy tudjon egy kicsit segíteni. Kéne nagyon egy pecsi, akivel jobban lehetünk és gondoskodik a kertünkről. Siess egy kicsit, Vili fiam. Úgy nagyon szép munka ideértél, gratulálok. Csinálunk rólad képeket, úgyhogy ne látszom, hogy piros a plánbobod, mert akkor még a végén jelentenek az emberek színkínzásért. Szuper, akkor elvileg ez teljesült.
Érdekes dolgokat hallottunk, és most megkapjuk a jutalmunkat amúgy. Na jó, mindegy, menjünk haza. Ennyi elég volt most ebből az élményből mára. Miért nem kaptuk meg a jutalmunkat, amikor mindenki van pipálva? Lehet, hogy akkor kapjuk meg, hogyha már nem vagyunk a gomba hatása alatt? Spice Festival is in town! Nyilván nem megyünk. Ez nem a tematikája ennek a sorozatnak jelenleg. Az egy másik sorozat volt, ahol fesztiváloztunk. Oké. Még beszélnünk kell majd azzal a Creature Keeperrel, de valószínű őt sokkal könnyebben utol fogjuk tudni érni, mint a madarakat. Úgyhogy annak könnyebbnek kéne lennie majd. Oké, a kert rendben van. Igazából a Kim nénivel is elvihetnénk a terményeinket eladni, de mi abban a poén végül is, ez Billikinek a Rex Turicsi sorozata. És ennyiszer nem ájult be szerintem ez a gyerek, mióta elkezdtük ezt a sorozatot, szóval amikor nem volt ágya és háza, akkor sokat kevesebbet ájult be, mint most. Ami egy kicsit kellemetlen olyan szempontból, hogy nekem kellett volna fejlődnöm ezen a téren bőven. Kitakarítjuk ezt a kis ólat a Kim nénivel, hogy legyen valami haszna neki is. Hány darab roosterünk van? Egy, az jó. Begyűjtjük a tojásokat. És elfelejtettem, hogy van-e hatchable eggünk, mert azt igazából bele kellett volna rakni ebbe a kis olba, mert jó lenne, hogyha lenne még csirkénk. Úgy, ti itt szépen ezen dolgozzatok. Hagyjál minket? A többit fogjuk csak eladni. Sajnos a Creature Keeperrel nem igazán jött össze szerintem ez a termény biznisz. Nem tűnt úgy, mint akit nagyon érdekel a dolog. Ó, és éhesek is leszünk, hogyha felkelünk. Ó, van még egy hecsagolegünk. Jó, király. Kim néni gyűjtött egy pár trágyát, ami tök jó. Peppermint. Ne lopd el a dolgainkat, legyél oly kedves. Foglalkozunk egy kicsit a bogarainkkal is. Ha már ilyen kis bogarasak vagyunk, ha-ha-ha, szó vicc. Na, nagyon kéne keresnünk egy kis pénzt, és egy picit szomorú vagyok, hogy nem kaptuk meg ezért a 175 szimoleonos összeget, mert még vissza kell mennünk beszélgetni a Creature Keeperrel, de nem baj. Ami később nem múlik. Időben meggazdagszunk, csak túl kell élni még ezt a kis időt. Szegény Kim néni kiszorult az ágyból, ezért is lenne nagyon fontos, hogy tudjuk bővíteni a házat, mert jelenleg nem fér el szerencsétlen a francia ágyunkban. Tehát egyszerre ketten nem tudnak aludni, ami kellemetlen, és még egy kanapénk sincs, úgyhogy szegény itt tud kint aludni a padon. Nem hiszem, hogy túlságosan elégedett ezzel a bánásmóddal, de őszintén szólva, az ő hibájuk, hogy nem képesek osztozni azon az ágyon, ugyanis technikailag van egy kétszemélyes francia ágyuk. Lehet, hogy kellett volna vennem nekik kettő egyszemélyes ágyat, így, és akkor legalább mind a ketten tudnának most aludni. Nem, szerintem Kim néni nem annyira szereti a fitnesst. Mit csinálsz állandóan azon a számítógépen? Kim néni, ne trollkodjál, szerintem az nem illik a te jellemvonásod, az inkább folytasd ezt a hímzést. Kérlek, szükségünk lenne az árbevételre. Nem plopsim fogom eladni, mert az nem egy jó biznisz, sajnos, a játékban. Annál sokkal járhatóbb utak vannak, és sokkal jövedelmezőbb módszerek. De cuki vagy, Vélike, kihozod ide a kis reggelidet Kim nénihez. Most nem várjuk meg, míg bearathatom a növényeket,
ugyanis azzal megint eltelik egy egész nap, és megint teljesen fáradtak leszünk, vagy megvárjam, amíg bearatatom őket. A fene vigye el, nem tudom nem megvárni, hogy bearassam őket. Csináljunk egy tent garden, mielőtt learatok mindent, mert úgyis meg kell várni a reggel 6 órát, hogy minden tökéletesen megérjen. Ó, nem, nézzétek, mert elkezdtek azért növekedni itt a termények. De cukin beszélget velük. Harvest all crops. Már a salik is megértek, szuper. Itt is mindent learatunk. Talk like a pirate day, az a legkevésbé kedvenc ünnepem ebben a játékban. Vagy hát ilyen kis tradíció. Spray area for bugs. Az mindenképpen szükséges, nem akarom, hogy betegek legyenek a növényeim. Azt szeretném, ha minél előbb javíthatnánk a minőségükön, hogy jóval értékesebb termények legyenek rajta, és jóval hamarabb építessünk valamilyen hatalmas farmot Vivikének. Na nézzétek, most egészen jók vagyunk a szükségletekkel, és szerintem hamarosan befejezzük a kertnek a gondozását, ez határozottan jó hír. Bár nem, ha most mindent megöntözünk. No, Vivike! Lehet, hogy Kimnek kéne öntöznie. Nem, már túl vagyunk rajta, Vivike ügyes vagy. Kim nyugodtan kipihenheti magát. Igazából, hogyha nagyon álmos, akkor aludjon rendesen. Mi pedig szépen utazzunk el a belvárosba. Ott foglalkozunk egy kicsit a pletykás témával is, mert azt is szükséges lenne nagyon megcsinálnunk. Illetve természetesen eladjuk a terményeinket. Milyen jó kis zenéje van most a töltőképernyőnek. Imádom, hogy a Sims ugyanazt a zenét különböző stílusokban elkészíti az egyes kiegészítő közt. Ez egy ilyen tradíció, és a Sims 2-ben volt szerintem a legmenőbb. Ez a jelenet. Te vagy az új Kim néni. Na jó, próbáljunk hegölölni egy kicsit. Hát, ha jó áron megvennéd a dolgainkat. Nem jött össze. Jó, akkor nem neked adjuk el, hanem Agnesnek. De csak azért, mert nem hagytál minket hegölölni, és nem próbálkozunk meg vele, mert mivel most kínosan érezzük magunkat, egészen biztos, hogy nem sikerülne újra. És egy kis ínhüvelygyulladást igyekszek most összeszedni ezeknek a terményeknek az eladásával, de úgy gondolom, hogy megéri, ugyanis azért az az 5 szimóleon per darab, az nagyon busásan hangzik, nagyon nyilván szarkasztikusan mondtam egy kicsit. Jézusom, a várjatok, 2 ér a blueberry, 10 a green bean, nem neked fogjuk eladni ezeket a dolgokat, inkább itt. Még akkor is, hogyha egy kicsit fáj a büszkeségünknek az, hogy visszautasították a hegölölési kísérletünket. Na, itt is ennyibe kerülnek? Miért? Úgy emlékszem, hogy ennél jobb árfolyamon mentek a termények. Mi történt? Lehet, hogy össz van, és mások is eladják a portékáikat. Úristen! Ínhüvelygyulladást fogok kapni. Már most görcsöl a mutató ujjam. Nem szabad megvárni, hogy több napnyi termény összegyűjjön, mert 80 valamennyi. Nem szabad több napi terményt megvárni, mert soha nem fogok a végére érni a kattingatásoknak. Mi lehet a legjobb módszer? Várjatok dupla kézzel. Nem, mert így elmegy az egér. Na jó. Nincs jó módszer, sajnálom, srácok. Kéne valamilyen automatikus klikker. Csokoberry is mehet, minden mehet most, mert úgy gondolom, hogy fogunk tudni majd még aratni a jövőben, hogyha kell valamilyen ilyen küldetéshez. Jaj, már! Miért kell ezt egyesével? Miért nem tudják befrissíteni azt, hogy egyszerűen csak átírhassuk a számot? Na azért ezek egy kicsit jobb
növények, mert csak kettőt kell kattintani, és már is 364 szimóleonnal gazdagítanak minket, tehát hogy ez azért egy egészen megérős termény. Jó lenne azokból többet termelni, de jelenleg még nem elég nagy a kertünk hozzá. Illetve nincs elég sok időnk és pénzünk. A pénz az kell ezekhez, mert sajnos meg kell venni azokat az oversized kropokat. Nem lehet csak úgy találni magokat hozzájuk, meg ilyesmi, nem magról működnek. Hú! Szinte leszek, nem látom a végét ennek a listának. Lehet, hogy kivágom, amíg így szórakozok ezekkel az eladásokkal. Tudom, hogy mostanában nem nagyon vágom a videóimat, de úgy érzem, hogy ezen a részen erősen indokolt válik. Oké, 80 ezer kattintás után ott tartunk, hogy 9991 szimóleont kapunk ezért a terményadagért. Őszintén én ezzel nem vagyok túlzottan elégedett, én jóval jobb profitra is szertettünk már korábban, szóval ez meglehetősen szomorú. De ki a kicsit nem becsüli a nagyot, nem érdemli, azt mondják, úgyhogy menjünk haza. És majd máskor visszatérünk. Tudom, hogy a Creature Keepernek kéne eladnunk a gombákat, mert az a jobban jobban keresnénk. Illetve lehet, hogy más terményeket is magasabb áron bevesz. És sajnálom, hogy amikor legutóbb ott voltunk, akkor erre nem tudtam sort keríteni. A következő adag terményből viszont mindenképpen neki fogok vinni, mert úgyis beszélnünk kell vele. Na de egy kicsit alakítsunk a házon, hogy ez a szegény gerlepár elférjen egy ágyban. Hú, egy kicsit bagos ez a telek egyébként. Jó, a fürdő-vécét nem fogom kibővíteni, szerintem az elég indokolatlan volna. Hogy oldjuk meg a tetőt? Talán így. Így a leglogikusabb. Egészen okésan néz ki ez a házikó, de azért nem a legideálisabb. Ha! Mi történt az ágyunkkal? Jó, nem dobódott ki, itt van még, és kaptunk, úgy látom, egy ilyen tányért. Ó, még lehet, hogy ebbe az irányba is megérné terjeszkedni ezzel a hálószobával. Kicsit arrébb visszük ezt a növényt. Újni. Ott tökéletes lesz. A konyha maradhat ott szerintem. Azt nem húzom kijebb. Bár ez így nem néz ki olyan jól, de nem baj. Ez kijöhet így. És kapnak még egy ablakot ide. Oké, és ez pedig egyel elrébb jön, ez az ablak. Csak hogy szimmetrikus legyen, mert különben nagyon bántani fogja a szememet. Oké, és kell egy beltéri lámpa. Várjatok, így, ott lesz az ágy. Most nincsen bekapcsolva a Move Objects on-om, ami valószínűleg nagy hiba. És ebből lehetne nekünk kettő. Úgy. Ezeket ide rakjuk dekorációnak. Így talán egy kicsit elegánsabb. A maradék pénzt pedig egyelőre megtartom, szükség lesz rá az esküvőre, meg egyéb kiadásokra valószínűleg. Milyen lámpát kapjanak? Valami olyat kéne, ami működik off the grid, azért mégiscsak. Ez
ezt szeretem, mondjuk ezt a lámpát, nem tudom, hogy működik-e off the grid, de ez lesz most a hálószobájukban. Hogyha nem működik, akkor még mindig ott van az a két kicsi, szóval az teljesen elég kell, hogy legyen. Egyéb dekorációt most nem helyezek el a hálószobájukban. Érdemes lenne a konyhát is fejleszteni. Miért nem működik ez a szemetes kuka? Ez volna a kérdésem. Rummage for bits and pieces. Na, persze átjöhetsz kimnénit szórakoztasd egy kicsit. Illetve elmondhatná nekünk a pletykákat. Bite in. Scavenge for parts. Jézusom, remélem alkatrészeket nem tudtam eladni bent a boltban. Nézzétek, ez szerintem elkészült. 116 szimóleont ér. Istenem, de cuki. Nagyon édes, Kim néni, figyelj! Csinálj vele valamit. El tudod adni. Jó, add el. Szép munka. Készítetnél valami új dolgot, put in inventory. Illetve... bár nem, te is remicsolj egy kicsit. És nézzük meg, hogy Mizu... Miért nem működik az a szemetes? Na jó, kaptok egy újat, de ha az sem működik... Jó, oké, ez már működik. Ezt berakhatnánk a hálószobájukba. Így. És akkor már is nincs itt rendetlenségnek. Kaphatnának egy kanapét is azért. Scavenge for parts. Rummage for bits and pieces. Arra mindig szükség van. Jó, van egy csomó upgrade partunk. Lehet, hogy már van olyasmi, amit meg tudnánk javítani, vagy fel tudnánk fejleszteni. Speed up shower times. Ez is csak felgyorsítja a fürdési folyamatot, az nem feltétlen számít. Kevésbé dugul el a WC, az jól hangzik. Oké, ez is csak csökkenti az időt. Jó, ezeket megszerelhetjük szerintem. Tehát, hogy ne törjenek el olyan gyakran, az egy nagyon hasznos fejlesztésnek tűnik. És ültessünk még pár ilyen oversized cropot. Nem azt akartam. Mindenből veszünk mondjuk 5-öt. Jó, tökéletes. Nem feltétlenül úgy kattingatok, ahogy szeretnék. Most nem tudom, hogy mindenre kattintottam-e, minden ilyen mezőre, de majd kiderül mindjárt, hogyha Willike lefárad ide a WC szerelés után. Ne, Rizska, ne menj el, miért vagy szomorú? Hát egész nap csak bent voltál. De hát Rizska egész nap csak benn kuksol, egyszer se láttam kint. Így hogy lehet elégedetlen? Most komolyan ki kell őt rángatni onnan? Rizska! Ne csináld ezt velem. Én csak nem akartalak téged zavarni, mert annyira aludtál. Istenem! Starving? Miért starving?
Food supply is full. Mindegy, egy kicsit szocializálódunk, és megpróbálunk gondoskodni róla. Most már ez a kiegészítő is ilyen rendkívül bagos. Természetesen meg is fejjük. Hát az is segít azon, hogy jobban érezze magát. Ó, úriska. Janiska, de csóki vagy! Jó, megfejünk, igen. Egy, te nem, de csóki! Nem bírom. Te felrúgtad? Jó, megpeteljük, mi a bajod még? Elvileg jól vagy. Nagyon makrancos most ez az öreg lány. Oké, veszünk egy energizáló fürdést, vagy hát zuhanyt. Alszunk egyet, és gondoskodunk a kertünkről. Úgy láttam a szemem sarkából, mint hogyha itt lett volna egy pár csillogó növényke, amit természetesen orvosolni fogunk. És evolvoljuk őket, nagyon jó. Nézzük meg, hogy hogy állnak a kis számláink, mit mutat. Hogy állunk a termeléssel. A víztermelésünk továbbra sem túl jó. Nem tudom, mennyire lenne eko a részünkről, hogyha zöld tetőt alkalmaznék. Elég ekkó lenne, de nem néz neki túl jól, én úgy gondolom. Egy-egy zöldető itt ebben a közegben. Az ugye termel nekünk vizet. Vagy vegyünk water generator-t, ami nem túl környezetkímélő, cserébe elég hatékony, én úgy tudom. Eco lifestyle. Oké. Ezt is elhelyezzük itt, így még talán elférnek ebben a kis térben is. Erre rá fog érni szerintem Kim néni gyorsan, amíg Vilike alszik. Eszünk egy kis maradékot, ha van. Oh no, nincsen maradék. Akkor surf dinner. Ez nem tudom, hogy mi, de jó lesz. És hol van egyébként a húsikánk, amit rendeltünk? Azt írták, hogy delivery is on the way-be. Soha nem jött meg. Nem tudom, miért akartam angolul befejezni. Van egy kis békucink is, azt is el kéne helyezni valahol így dekorációnak. Csak még nem tudom, hogy hová. És egyébként van három tojásunk, ami szépen ki fog kelni, és akkor lesz egy csomó csirkénk. Az a baj, hogy a csirkékre tök sokat kell várni, mire ők szépen megnőnek és tojnak nekünk tojást, és ráadásul nagyon nagy eséllyel kakasok lesznek. Kakas! Hencsik, mondd, hogy hencsik vagy. Hencsik, jéééé! Van egy darab hencsikünk, őrület. Na, az még fog tojni nekünk tojást. Többieket csak eladni tudjuk, sajnos. Oké. Ide még tudnánk ültetni valami jót, mondjuk egy kis mushroomot. Az úgyis kell a Creature Keepernek. Viszont én itt már elég régóta játszom ezzel az epizóddal, szóval elköszönök tőletek. Remélem tetszett nektek ez a rész, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!